A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyek kialakítására szolgál a kormány több éve indult közigazgatási fejlesztési programja, amelynek egyik állomása a Záhonyi kormányablak megnyitása. A komplex reformok következő lépése az informatikai hálózat fejlesztése és az elektronikus ügyfélszolgálat teljes kiépítése. Ezekhez a beruházásokhoz több forrást is igénybe vett a kormány. Igénybe vettünk Európai Uniós forrásokat, illetve hazai forrásokat, és többfajta területre volt programozva fizikai kialakítás, informatikai kialakítás, illetve volt képzés a szellemi pillér keretében, illetve volt több olyan társprojekt, amelynek különböző részeit vettük csak igénybe. Tehát összességében annyit lehet mondani, hogy az utóbbi évek legnagyobb közigazgatási fejlesztése volt maga ez a kormányablak projekt, és azt lehet mondani, hogy az uniós forrásokat teljes körűen igénybe vettük, és jelenleg a jelenlegi 2016 első fél évére első fejlesztések, ezek most jelenleg hazai forrásból kerülnek megvalósításra. Jelenleg 240 új típusú kormányablak működik országszerte, ebben a fél évben pedig még további 26-ot adnak majd át, tette hozzá Baltai Tímea. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik a második legtöbb kormányablak, összesen 22 helyen várják az ügyfeleket. A megyében mindenütt örömmel fogadják az ott élő emberek, hiszen tényleg valójában is gyorsabb az ügyintézés, de hát az sem utolsó szempont, hogy szívesebben megy az ember úgy egy hivatalba, hogyha a körülmények is 21. századiak, ugye ahogy elhangzott a köszöntőkben is, egységes dizájn jellemzi az egész országban a kormányablakokat, így a Záhonyi sem különbözik a megyében lévő más kormányablakoktól. Jobb érzés egy olyan kulturált körülmények között intézni az ügyeket a polgároknak, mint hogyha a korábbi esetlegesen kevésbé felújított helyen tennék ezt. A kormányzati cél része volt az épületek akadálymentesítése, valamint az, hogy a közigazgatási ügyeikhez, a lakóhelyükhöz minél közelebb tudjanak segítséget kapni a lakosok. Nem csak az Záhonyiakat, hanem a járás 11 településnek lakosságát, az közel 20 ezer embert érint. Bővült az ügyfélkör, és bővült az ügyintézhető ügyek száma is. Én azt gondolom, hogy sokkal kényelmesebb lesz a lakosok részére az új kormányablak, mint az eddig okmányirodák voltak. Az új típusú kormányablakokban ezentúl lényegesen rövidebb idő alatt átlagosan 14 perces ügyintézéssel várják az állampolgárokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal Záhonyi járási hivatalának kormányablakában 4+1 munkaállomás lesz a mai naptól, ami most került átadásra. 4 munkaállomás a front office állomás és 1 munkaállomás a back office állomás, ami ugye a háttérmunkálatokat jelenti. 2016. januártól már 625 ügykörben tudnak segíteni a kormányablak dolgozói. Ez a szám várhatóan 2017 végére megduplázódik.